Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt ház, ebben a szűk időkeretben két témát szeretnék érinteni, az egészségügy és a környezetvédelem témáit. Az is öröm számunkra, és hát elsősorban az egészségügyi dolgozók számára, hogy a választási évben egy kicsit kevésbé kínozzák, megsanyargatják az egészségügyet, mint az elmúlt három évben, de hát ez sajnos kevés. Tehát amit itt látunk ezekből a számokból, ez nem fogja megváltani az egészségügyet, nem fogja az elmúlt évek pusztításait helyrehozni, és nem csak az önök elmúlt három évre gondolok, hanem egy kicsit messzebbre is tekintek. Ez a büdzsé csak kármentesítésre elegendő a további zuhanás megállítására. Felgyorsult az egészségügyi dolgozók elvándorlása, a szakdolgozók esetében ez egyáltalán nem lassult le és nem állt meg, és nem látjuk, hogy milyen erőfeszítést tesz a kormány annak érdekében, hogy itthon tartsuk a legfontosabb munkaerőt számunkra. Pótolhatatlan vérveszteség éri az ágazatot évről évre, és ugye lenne az a pénz, de ebből a költségvetésben nincs benne, amivel itthon lehetne ezeket az embereket tartani. Ezzel szemben a betegek itthon maradnak, és a várólistán várakoznak. Ahogy az elmúlt büdzséből is láttuk, most is fájóan hiányzik a várólisták lerövidítésének forrása. Nekünk erre lesz javaslatunk, módosító indítványunk. Kérjük, hogy támogassák. Nem tudok erről most részletesen beszélni. Nem mehetünk el szó nélkül amellett, hogy az összevont egészségügyi szakellátás, a laboratóriumi ellátás, az otthoni szakápolás sorokon alig-alig látunk valami egészen kicsi növekedést, ami természetesen reál értékben csökkenés lesz, hiszen még ezt az alacsony inflációt is alulmúlja ezeknek a soroknak az emelkedése. Úgyhogy egészen biztosan, hogy megmaradnak az egészségügyben a strukturális problémák, és egyáltalán nincs arra kilátás, hogy a végletekig eladósodott fekvőbeteg intézetek valamilyen módon kikerüljenek ebből az adósságpörésből. Tehát a tavalyi durván lecsökkentett bázishoz képest is lesz egy reálérték csökkentés, és hiába látunk a többi soron némi emelkedést, igazából nem látjuk azt, hogy az egészségügy kikerülhetne ebből a rettenetes helyzetből. Nominálisan is csökkennek a rokkantság és rehabilitációs ellátások, ami én azt gondolom, hogy az embertársainkra nézve meglehetősen dehonestáló, hiszen nap mint nap hallunk olyan történeteket, amelyeknek nem lenne szabad elhangozni ebben az országban. Amit továbbra is hiányulunk, hogy a népegészségügyi fordulat immár biztosan elmarad ebben a parlamenti ciklusban. Nem látunk erre semmiféle erőfeszítést és költségvetési sort, ami azt mutatná, hogy itt a népegészségügyre szánna ez a kormány forrást, nem szán, sőt még az adózók által a parlagfűmentesítése felajánlott 1%-nak is, mintha nyoma veszne, és nagyon fontos lenne, hogy abban az országban, ahol a trafikmutyik hatására sokkal rosszabb minőségű és mezítlábas cigarettát szívnak az emberek, és a csempészet iszonyatosan megemelkedett, ott látnánk ezzel szemben népegészségügyi törekvéseket is. Nem látjuk a házi orvosok prevenciós tevékenységének az emelését, bár a házi orvosi sor örvendetesen emelkedik, és talán arra is fog jutni ebből a sorból, hogy a betöltetlen háziorvos és védőnői praxisok számát végre valamilyen módon csökkentsük. Összességében én azt gondolom, hogy ez a költségvetés nem menti meg az egészségügyet, és nem tudja kivezetni a válságból, és bár 2010-ben azt ígérték, hogy megmentik az ágazatot, ebből 4 év alatt nem láttunk semmit, tovább mélyültek a problémák. A környezetvédelemre rátérve, ez az első olyan büdzsé, ugye a negyediket tárgyaljuk, az Orbán kormány negyedik költségvetését, ahol nem csökken kézzelfoghatóan a környezetvédelemre és természetvédelemre fordítható összeg, csökken tovább, de nem olyan drasztikus mértékben, mint az elmúlt három évben, és úgy látjuk, hogy egyik legnagyobb vesztese a környezetvédelmi ágazat az Orbán kormány tevékenységének. Dacára annak, hogy nettó befizetője a költségvetésnek a mindenféle környezetvédelmi elvonás miatt ez az ágazat. Elvesztette ugye az önálló minisztériumát, elvesztette a parlamenti biztosát, elvesztette
a vízügyi ágazatot, a forrásait közel felére csökkentették, és a kormányzati súlya gyakorlatilag nulla a környezet természetvédelemnek. Valamennyire mégiscsak érdekli a kormánytöbbséget a természetvédelem és a Natura 2000-es területek, hiszen kormányáltás előtt még jó néhány talicskányit haza szeretnének vinni belőle, ha megnézzük a nemzeti parki földek elosztását, ha megnézzük a normafának az esetét, itt mindenféle aggasztó jelenségekkel lehet számolni. Többszörösen megnyírt zárulásokkal, tovább apasztott ágazattal nézünk szembe, és többszörösen bebizonyosodott, hogy ez a kormány nem tekint az ágazatra úgy, hogy ezt meg kellene menteni, és nem alkalmas a környezet és természetvédelmi értékeket őrző hatóságok és intézmények működtetésére. Beszélhetnék itt a természetvédelmi kártalanítások elmaradásáról, a hulladék gazdálkodását, ez külön megírna egy komolyabb felszólást, remélem szerdán lesz is rá alkalmam. Itt rengeteg anomáliát látunk már költségvetési szinten is. Csökken a Nemzeti Környezetvédelmi Program költségvetése, és meg kell barátkoznunk ezzel a nagyszerű terminus technicusszal, hogy a zárolás bázisba építése, tehát amit előző években beütemeztek, aztán zároltak, azt most végleg elvonják ettől az ágazattól. Ugyanez igaz az országos környezetvédelmi kármentesítési programra, a szállópormentesítésre, és hát a tanya programra. Itt hallottunk már annyi mindent a tanya programról az elmúlt években, és most tovább csökken ezeknek a költségvetése, és egyáltalán nem látjuk, hogy ez a kormány hogyan fogja ezt a 300 ezer magyar embert valamilyen módon megsegíteni. Köszönöm szépen a türelmüket! A következő